Hárman háromféleképpen címmel nyílt kiállítás az Újpesti Kulturális Központban. Három hölgy, B. Molnár Zsuzsa, Kó Éva és Nagy Veranova festményeiből. De vajon mi a közös bennük, és mi a különböző? Ezt kérdezem vendégeimtől. Jó napot kívánok! Üdvözlöm szeretettel Kó Éva festőművészt és B. Molnár Zsuzsanna festőművészt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A hárman háromféleképpen cím azt sugallja, hogy nagyon különbözik az önök művészete. De azért mégis van benne sok közös, amennyire én láttam, de hát én laikus vagyok. Önök hogyan értékelik ezt? Mit gondolnak? Mi a közös és mi a különböző a szemléletmódjukban? Hát én úgy gondolom, hogy az életutunk az, ami különböző. Mert ugye hárman háromféle munkahelyen, hogy így mondjam, dolgoztunk, és háromféleképpen éltük meg az életünket. És a közös bennünk az, hogy festők vagyunk, ugye, festőművészek, és hát tulajdonképpen az a közös még bennünk, hogy szeretjük az újat, nem megszokott dolgokat, és ez a festészetünkben is úgy gondolom megmutatkozik, mert mindig valami új megoldásokat próbálunk megmutatni tulajdonképpen, és ezek nem csak minket feszítenek, hanem a magyar festők jó részét is, sőt a külföldi festők is, ugye mindig újabb dolgokat hoznak elő, van egy stílusuk, amit át is lépnek ezek az érdekében, tehát változatos stílust képviselnek, és mi is próbálunk ebbe az irányba lépni, és újabb dolgokat megmutatni a közösségnek, és nem unalmas dolgokat szeretnénk prezentálni, hanem azt szeretnék elérni, hogy a közösség, aki meglátogatja a képeinket, az megálljon a képek előtt, és megnézzem, legyen annyi érdeklődés, vagy kíváncsiság bennük, hogy megálljanak, és próbáljanak értelmezni, hogy mit is akarunk ezzel elérni. Én laikusként úgy látom, hogy nagyon hasonlóan festenek. Ön hogy gondolkodik erről? Van benne közös, de ennek talán az is az oka, hogy mi már a kolléganőmmel és Évával évtizedek óta egy közös csapatba az úgynevezett festőstúdióban járunk, ahol neves művészmestereink vannak. Most többek között Székály Zoltán mestert említeném, és Kovács Péter Balást, ők ketten vannak a stúdióban, és mindannyian ugye egy csapatba járunk, tehát ott, ahol azonos szinten tanulunk, de egyéniségünk szerint próbálunk festeni, mindenki a maga beállítottsága, érzelme, tehetsége szerint, ezért én úgy gondolom, hogy ez okozza a közös vonást színvilágban, formavilágban, egyebekben. De térjünk vissza a különböző életutakhoz. Ön például, kedves Éva, orvos a végzettsége, illetve az eredeti szakmája szerint, mert most ugye már a festőművész titulus jár önnek, de korábban belgyógyász és allergológus volt, ugye jól mondtam? Hogyan kezdett el érdeklődni emellett a rendkívül megterhelő és az embert rendkívül igénybe vevő szakma mellett a festészet iránt? Hát tulajdonképpen én gyerekkoromban, amikor a pályaválasztás volt, ugye vagy orvos akartam lenni, vagy képzőművész.
Na most az 56-ban fölvettek szerencsémre az orvosegyetemre, és akkor tulajdonképpen a festőművész vágy a külső körülmények miatt elhalkult, sőt meg is szűnt. Csak abban volt hát a részem és örömöm, ha elmentem egy kiállításra, és ezt megnéztem a képeket. Na most itt valami hát külső tényező beszólt ebben, hogy én már lemondtam a festészetről, mégpedig onnan valahonnan jött ez a külső tényező, hogy elmentem Görögországba, és ott néztem ugye a tengert, a csodálatos táját, és valahogy jött egy ihletem, hogy ezt meg kéne örökíteni, el kéne hozni ezt a dolgot, és ott vettem festéket is, meg papírt is, és ott kezdtem el festeni. Most ez mikor hazaértem, hát láttam, hogy szörnyűséget műveltem, ugye? és viszont felébred bennem a vágy, hogy ezt folytatni szeretném. Ez pontosan mikor volt? Hát ez legalább 25 éve. 25 éve. Igen. Tehát 25 éve kezdett el aktívan festeni. Akkor gyakorlatilag már egy teljes, vagy majdnem teljes orvosi pálya a hátam mögött volt. Hát közel voltam a nyugdíjazásomhoz, amikor ez... De akkor volt már időm arra, hogy ezzel is tudjak foglalkozni. Mert ugye az orvosi pálya olyan, hogy ott nagy a felelősség, és hozzáállás is óriási erőfeszítéseket kíván, és nincs idő rá, hogy mással foglalkozzon az ember. Na most, amikor egy kicsit enyhült, mert én osztályos orvos is voltam, és amellett ambulanciát is vezettem. Na most, amikor leadtam az osztályt, és csak az ambulancia maradt, akkor több időm volt arra, hogy hát körülnézzek ebben az ügyben is, és azt mondjuk úgy éreztem, hogy meg kell tenni, hogyha tovább akarok ebben a pályában haladni, hogy hát meg kell tanulnom rajzolni. Például. Mert hát ugye nem tudtam. Én a belső szervek működésével tisztában vagyok, de az, hogy annak idején, ugye, hogy festek le egy álló embert, egy mozgó embert, vagy kapcsolatokat hogy tudok megjeleníteni, ezt meg kellett tanulni. És én 4 évig heti 3-szor csak volt egy stúdió, ahova jártam, és ott csak aktokat festettem 4 éven keresztül. De én úgy érzem, hogy ezzel hát valamennyit tudok a magfestészetről, és hát ezzel a kapcsolatok hát kifejezéséről a festményekben. Úgyhogy hát én úgy érzem, hogy megérte ez a 4 év, amit ráfordítottam. Biztos vagyok benne. Ön pedig azért már kicsit rokon területről érkezett, olyan értelemben, hogy üvegdíszítő végzettsége is van. Igen. Iparművészként tevékenykedett? Igen, dolgoztam. Én 56-ban érettségiztem. Ilyen történelmi korszak volt, amikor, hadd ne mondjam tovább, és elvégeztem, és utána én ott maradtam a gimnáziumban, a mi csapatunk, akik az üvegosztályon végeztünk, és dolgoztunk az iparművészeti alapnak rendelésre. És akkor terveink voltak, hogy majd hogyan tovább, de aztán valamiért ez meghiúsult, és én az üveg szakmába helyezkedtem el, és megtanultam mesterfokon az üvegdíszítést, gravírozást, forma és dekor tervezésekkel is foglalkoztam, és külföldre is kerültek a munkáimból. És amikor hát már eléggé benne voltam a szakmába, úgy döntöttem, hogy mestervizsgát teszek, el is végeztem, és szakoktatóként is folytattam tovább a munkámat. Tulajdonképpen az én
szakmai munkám az olyan volt, hogy kapcsolatban voltam mindig a rajzolással. Tehát tervezés, rajzolás, ez nálam nem szűnt meg. Hanem amikor én is szintén, ahogy az Éva kolléganőm, hogy nyugdíjba mentem, mindig motoszkált bennem, hogy jó volna ezt is csinálni, de hát nem ment. Meg kellett élni, dolgozni kellett, de amikor nyugdíjba mentem, akkor én is úgy éreztem, hogy most elkezdem. És mivel a bátyám is festőművész, hál' Istennek én Szentendrén, akkor egyszer mondta nekem, hát miért nem fogsz hozzá, hát kezd el. És akkor elkezdtem rajzolni, festeni, és a független képzőművészek szalonjába kezdtem először az igazi képzőművészeti foglalkozásomat, és aztán később rátaláltam a stúdióra, ahol aztán együtt dolgoztam, a mai napig is együtt vagyunk, és onnantól kezdve elkezdtem festeni, rajzolni, kezdetben természetelvű festészettel foglalkoztam, és aztán, ahogy az idő telt, és tanultuk ezt az úgymond absztrahálást, modern művészetet, egyre jobban megtetszett. És most ott tartok, hogy már nem tudnék visszatérni. Tudnék, csak éppen nincs hozzá affinitásom, inkább az absztrakt képekkel szeretek foglalkozni. És hát közben ugye mindannyian, akik úgy nagyon igyekszünk, ugye kezdtünk egy olyan társaságnak tagja lenni, ahol elfogadott művészként tudunk szerepelni a továbbiakban, és innen van az, hogy most már hivatásos művészként országos tárlatokon részt veszünk, Éva is, én is, meg a kolléganők javarésze, és az azt jelenti, hogy az országos tárlatokra zsűrihez kell beadni a képeket. Ez nem olyan egyszerű, hogy én jelentkezem, és akkor én ki fogok állítani mondjuk Szegeden, vagy akárhol, Debrecenben, vagy 60-ban, vagy stb. Hanem arról van szó, hogy beadjuk a képet, és a zsűri elbírálja. Előfordul, hogy nem fogadják el, de azért nagyon gyakran szerepelünk. Amikor nem fogadják el, hát nem esik jól. Ugye akkor nem örülünk, ez olyan emberi dolog, de tulajdonképpen nagyon örülünk, amikor bekerülünk, kérdezzük egymást, és akkor szépen elutazunk, elmegyünk a megnyitókra, találkozunk, újra együtt vagyunk, szóval ez egy ilyen történet, és jó. És beszéljünk még Nagy Veranováról is, hiszen vele is együtt vannak. Igen, hogy ő a harmadik művész hölgy, aki a kiállításra festményeket vitt. Önök hatnak egymásra? Szerintem nem. Én nem. Azt gondolom, hogy nem. Tehát mindenki annyira önálló egyéniség, hogy nincsen olyan, hogy mondjuk egy építő jellegű kritikával más irányba tudnák egymást terelni. Nem, szerintem nincs, mert bár absztrakt festők vagyunk, de mindannyian mást képviselünk. De azért jó barátnők Nagy Veranovával is. Hogyne. Innen jött ennek a közös kiállításnak is az ötlete? Ez a kiállítás hozott nagyon közel egymáshoz bennünket, mert hát én úgy gondoltam, hogy már a korom miatt is Zsuzsával jobban egyetértünk, hogy igazság szerint egyet értettünk helyesebben, így másik talán meg, amit mondtam, de a Vera is egy egyéniség, és hát mi is, hát vannak elképzeléseik, de amit miatt a Verát mi befogadtuk, magyarán mondva befogadtuk, mert ugye soha nem volt közös kiállításunk ebbe a kiállításba, az új szemlélete, amit képvisel, és az a nagy erő, amivel ezt tudomásul hozza a képeiben. Mert nagyon nagy erő van a képeiben, és új meglátások vannak, és ez nagyon tetszik
nekünk mindeniknek, mert mi is arra törekszünk, hogy új meglátásokat vigyünk be a képekbe. Annyira fantasztikus, hogy ilyen elismerően beszélnek egymásról, illetve egymás művészetéről. Meddig látható itt Újpesten a kiállításuk? Sajnos rövid ideig, mert az építkezés közben szólt, vagy tatarozás, és úgy volt, hogy 3 hétig fog tartani, és így a jövő héten, 16-án már le kell szednünk, amit sajnálunk, de... Na de hát, ha lesz még ilyen kiállítás, hát ahol megmutathatják a festményeket. Igen, igen. Megtiszteltetés volt önökkel beszélgetni, nagyon szépen köszönöm, hogy mi itt is jártak. Köszönjük szépen.